csatornánkon, a középsori YouTube csatornáján meghaladtuk a 100 000 feliratkozót. Sőt, mára már, pont a mai napon néztem, 121.800 feliratkozónk van. Maga a középsuli weboldal 2014. december 1-én indult, a sorozatunkat pedig áprilisban indítottuk 2015-ben. Tehát elmondhatjuk, hogy ahogy elindult a sorozat, kevesebb mint egy év alatt növekedett meg ilyen magasra a feliratkozóink száma. Figyelj már, Berci! Mondjad! Még mindig árulsz paradicsomot? Valamit mindig tudod. Igen, tudom, nagyszerű. Mert szükségem lenne egy-két paradicsomja. És lehetőleg minél pröttyettebb legyen, vagy rohadtabb, nekem tök mindegy igazából. Nem, nálam mindig csak minőségű áru van. Most is, figyelj csak! Na! Szóval mindenféleképpen töretlen sikert ugye el fogjunk érni, és szeretnénk arra törekedni, hogy a 1 millió, azt hiszem az 1 millió feliratkozónál majd az arany gombot is elérjük, ami ugyanígy néz ki, csak aranyból van. Úgyhogy ugye erre mindenképpen törekedni fogunk, és nem állunk meg. A sorozat még mindig nagyon sokáig töretlen sikert fog aratni, és mindenki ugyanígy szeretni fogja, vagy talán még többen is. A legjobb sori a középsuli, nincs benne uncsi, csak a tuti. A estére elfogyott minden leckét, dőlhet a YouTube-on, nézd meg egy részt! Gratulálok először is Kovács Robertina csapatának, felelős szerkesztő csapatának, hiszen úgy gondolom, hogy az, hogy a középsuli YouTube csatornája megkapta az ezüst play gombot, ez nagyon komoly szakmai munkának az eredménye. És az, hogyha megnézzük azt, hogy a középsuli hány embert ér el egy hónapban, és a fennállása óta például a videós tartalmát hány egyedi felhasználó nézte meg, akkor tényleg impozáns a szám, hiszen 4 millió fölötti a havi látogatottság, az egyedi felhasználói látogatottság, ami elképesztően magas, ha a teljes brand összes YouTube videóját és a különböző egyéb tartalmakat nézzük. Rendkívüli megoldást találtam. Mire? Hát, Kata tanárnő ugye azt mondta, hogy túl hangosan nevetek. Ez így is van amúgy. De most már nem fogok többet nevetni, ugyanis ez fog helyettem nevetni. És ez mi? Ez egy nevető automata, kérlek. Hát ugye ez most ilyen színészkedős dolog, és én színészeti suliba is járok, meg mellette foglalkozok még a zenével is, mert én ilyen picikorom óta zenéltem, de nem hiszem, hogy én majd tényleg rendesen nagy színész leszek, és akkor majd kiállok a színpadra és előadok bármit, mert szerepeltünk már színházba, de valahogy a színház nem az én világom. Nagyon jó, meg így tényleg nagyon pörgős és izgalmas, de nem az én világom. Aztán igazából én nagyon sok felé tendálok, mert nagyon sok mindent ki szeretnék próbálni, és hát többek között a média is az, ami így eléggé érdekel, a közgazdaság, de a politológia se áll távol tőlem, és nagyon szívesen lennék politikus is, mert szerintem nagyon jó arcom van így hozzá.